Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy szerelmi jóslás. A kérdés az, hogy mi van vele. Ez egy általános kivetés. De megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást. Mi van vele? A díjam 4000 forint. Ha asztrológiával együtt kéred, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját, ami a szerelmet illeti, az indiai számítás szerint a védikus asztrológiával, akkor a díjam az 10.000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt ezen a képen láthatóak a kelyhek. Utalnak az ő érzelmeire, tehát megvan a vonzalom kettőtök között. De még vannak korlátozások, lehet, hogy nem meri ezt kimondani, vagy nem biztos a dolgában. Ahogy a képen látható, itt van a terülj-terülj asztalkám. Ez lehet egy ünnepség, ahol neki részt kell vennie, vagy a munkahelyen, vagy a családban, de itt, ezen az ünnepségen nem érzi jól magát. Itt látható egy királynő, és te vagy az ő szemében, ez a királynő. Megbecsül téged, hiszen itt vannak az értékek. Ő értékel téged. Azon kívül ez a kép utal a föld elemére, ahol reális dolgokról van szó. Ő majd átteszi magát ezeken a korlátozásokon, és szeretné megvalósítani a terveit. De mielőtt ez megtörténik, lesz itt egy közeledés kettőtök között. Itt megjelensz újra, mint egy királynő, és itt a tudásodról, a bölcsességedről van szó, azon kívül a döntésekről. Ő elvárja tőled azt, hogy te hozz komoly döntéseket. Azon kívül keresi veled a kapcsolatot, és itt beszélgetésekről van szó. Itt ez a kártya fordítva van, hiszen a német nyelvű videót most készítettem, és megfordítottam a kártyát, de visszatérek arra a helyzetre, ahogy a kártya volt. Itt látható, hogy számára ő így látja a dolgokat, vagy így érzi magát, minden a feje tetejére áll. Sőt, ő úgy gondolja, hogy elveszíti a talajt a lába alól, mert nagyon bizonytalan. Viszont ezt a kártyát meg lehet fordítani, és akkor ez a kép mást közöl. Itt megvan ez az elegáns tartás, és ez a kártya így megfordítva azt jelenti neki, másképp kellene látni a dolgokat. Mielőtt ez megvalósul, itt még ő nagyon visszahúzódó, vannak itt elképzelések, tervek, itt ez a kép látható a háttérben, utal az ő gondolataira, de nem cselekszik, hiszen látható, hogy visszahúzódó, lehet, hogy meditál valami felett. És te nem tudod ebben a helyzetben, hogy mi van vele. Miért ilyen visszahúzódó? De ez az időszak lezárul, hiszen ez a kártya, a halál, aminek egy szimbolikus jelentése van, lezárja ezt az időszakot. És akkor itt meg lesz a hite. Hisz abban, hogy kettőtök között megvan ez a szerelem. Vagy az égi hatalomhoz fordul, kéri ezt a segítséget, hogy közelebb kerüljetek egymáshoz. Amit ez a kártya még jelent, ő esküdni fog valamire.
és megbízhatsz a szavában. Itt álmokról van szó. Tehát a kérdés az volt, hogy mi van vele? A válasz itt látható. Ő álmodik rólad, vagy álmodozik rólad. Itt megvannak a vágyak, az elképzelések, ezek az álmok. Ő nem marad így csendben, hiszen itt látható a tűz eleme, és az jelenti azt, hogy ő aktív lesz. Tekint egy új irányba, lesz egy új cél, közeledni fog hozzád, hiszen valami lelkesíti őt. És itt vagy előtte, mint egy uralkodó nő, így lát téged. Uralkodsz a helyzet felett, az érzelmeid felett, és itt kisugárzik a nőies energia, Vénusz bolygó hatása, tehát a te nőiességed, de vannak anyai érzelmek is. Ő megbecsül téged, csodál téged, lesz majd közeledés. És ez volt a felvétel, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.